Magyar Kanizsa polgármestere továbbra is Fejsztámer Róbert marad a VMS színeiben, míg az elnök helyettesi posztot a szerb haladó párt képviseletében Neboj Sarakić tölti be a következő 4 éves időszakban is. Többek között erről is döntöttek az újonnan megalakult községi képviselőtestületi ülésen. Ezen túl a KKT elnöki posztját Lackó Róbert, a helyi közösség jelenlegi elnöke tölti be, míg az elnök helyettesi posztot Dencs Valéria Martonosról. Mindketten a VMS tagjai. Lackó Róbert elmondta, bízik abban, hogy egy együttműködésben gazdag 4 év előtt állnak. Reményeim szerint egy olyan pozícióba került most a Magyar Kanizsai Községi Testület, tehát a képviselőtestület, amivel a következő 4 évben hát egyszerűen minden álmát meg tud valósítani, és azokat a dolgokat zökkenőmentesen tudjuk véghez vinni, amire természetesen a koalíciós partnerunkkal, és hát együttműködve az ellenzéki nem koalíciós partnerokkal közösen meg fogunk egyezni. A polgármester helyettesi posztot a továbbiakban is Neboj Sarakić foglalja el a szebb haladó párt színeiben, akik frakciójához csatlakozott az ukrok polgári csoport is. A polgármester helyettes a minőséges munka fontosságára hívta fel a figyelmet. Fejsztámer Róbert polgármester az ülés után megtartott sajtótájékoztatón kiemelte, folytatják az eddig megkezdett munkát a község területén továbbra is, mint a kommunális beruházások, az ivóvíz javítása és a családok erősítése és a turizmus fejlesztése. A 29 tagú községi képviselőtestületben 20 mandátumot a Vajdasági Magyar Szövetség tudhat magáinak, 5 képviselőt delegált a szerb haladó párt, 2 az ukrok polgári csoport, és egyet-egyet a Vajdasági Front és a szerb szocialista párt. A 7 tagú községi tanács tagjai közül 5 helyet a VMS kapott, 2 pedig a szerb haladó párt.